van jelenet jön, amelyben jó magam magyar üzletembert alakítok, Varga kollégám lesz a francia üzletfél, Réka pedig a tolmácsot alakítja. Lírkirály szerepében a Kossuth díjas Avar Jánost láthatnánk, de ő nem szerepel a jelenetben. Hölgyem, nagyon szépen kérem, hogy mindent, amit mondok, szó szerint fordítson le Monsieur Dupré számára, ugyanis rendkívül fontos, úgynevezett potenciális üzletfélről van szó. Ah, Monsieur Dupré. Bonjour. Kérem, közölje Monsieur Duprével, hogy árajánlatukat csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a körülmények számunkra is megfelelőek lesznek. Jó. Árajánlatukat csak abban az esetben áll módunkban. Elnézést! Franciául, ha kérhetném. Nem tud magyarul. Ha tudna magyarul, akkor nem lenne szükségem tolmácsra. Beszél ön magyarul? Magyar. No, je regrette, je ne peux pas. Mondja maga, tolmács vagy nem? Persze, hogy az vagyok. És úgy franciául? Anyanyelvi szinten. Hát akkor franciául közölje vele, amit mondtam. Jó. Mi volt a kérdés? Csak annyit mondjon, hogy a körülményeknek megfelelőeknek kell lenni. Jó. Bonjour. Bonjour. Kezdje már végre. Jól van, csak köszöntem neki, ennyi az egész. Mit csinál? Keresem, mi az franciául, hogy körülmény. Hát ezt nem hiszem el. Miféle tolmácsra? Jobb, mint maga. Megvan. Circumcir. Szerintem az nem az. De igen, nézze meg! Hát ez nem körülmény, hanem körülmetélés! Én csak kíváncsi voltam, hogy az övé körül van-e. Nézze, ha maga nem tud franciálat, akkor kívülni, hogy valakit a szintet. Maga meg fogja be a száját. Il a dit que c'est vous. Est-ce que tu es là pour? Allô, dites-lui. Allez-y. Anglais, chérie, mais tu es. Igen, azt hiszem, azt mondta, hogy szerelmeskedjen saját magával egy beduin sátrában, szemben a Wiedermeyer tükörrel. A beduinban nem vagyok egészen biztos.